Húsvét ünnepét éljük meg, mely a világ kereszténységének legnagyobb ünnepe. Hangzott az elmúlt órákban, Jézus valóban feltámadott. Bár sokan keresték az üres sírt. Mégis ez a sír mutatja számunkra több mint kétezer éve, vasárnapról vasárnapra, hogy kit ünnepelünk. A nagyheti események virágvasárnappal kezdődtek. A hozsánnázó tömeget a feszíts meg hangulata, vagy épp az a hajnali pirkadat, a fény ereje mind-mind megtörte. Az utolsó vacsorán, az utolsó vacsorán az úrvacsora szereztetése alkalmával, vagy épp a Golgota hegyén, annak közelségében, lélekben mi is megálltunk. Aztán elcsodálkoztunk. És az evangéliumok, mindenről, az ünnepről, az egész husvéti ünnepkörről gazdag tudósítás adnak számunkra. Mégis a ma embere számára talán az emmausi tanítványok elbeszélése az az evangéliumi üzenet, amely velünk is úgy vándorol életünk minden napján, hogy közelebb kerülhetünk a feltámadott Úr Jézushoz. Mert mi is történt? azok a tanítványok 60 futamnyira mentek, ez közel ma 12 kilométer, hogy elérjék otthonukat. Közben beszélgettek, tanakodtak, és valaki hozzájuk szegődött. És mire már beestelődett, akkor azt, aki velük beszélgetett, invitálták, hogy jöjjön be a házukba. Asztalhoz telepedett velük, Vette a kenyeret, megáldotta és megtörte, és nekik adta. És milyen csoda ez, hogy ekkor nyílt meg a tanítványok szeme, és felismerték, hogy kivel is találkoztak. A husvéti csodának mi is örülünk. A husvéti csoda ünnepén, az Isten tiszteletünkön, az úrvacsora osztás alkalmával elhangzik, az a köszöntés, békesség néktek, feltámadott Urunk szavával köszöntelek benneteket. És milyen csodálatos, amiről maga Ézsaiás, az Ószövetség evangélistája, profétált, hogy a sötétséget világossá változtatja, a göröngyöset egyenessé. Nos, a tanítványok is ezzel találkoztak, hogy megvilágosodtak hogy azon az úton, amelyen göröngyös úton jártak, egyszer csak egyenessé vált, és milyen hamar értek vissza, hogy tovább vigyék a hírt. Beszéltem az evangéliumok szingazdag tudósításáról, ha csak Máté evangéliumára gondolunk. Amikor vitték a hírt, az asszonyok tovább a tanítványoknak, hogy üres a sír, akkor a Máti evangélista tudósítása arról számol be, hogy Jézus mondja, hogy legyetek üdvözölve, ne féljetek. Igen, menjetek el Galileába, és ott megláttok engem. Husvét híre az egész kereszténység hitét élteti. Az egyházi esztendőnek majd elkövetkezik egy olyan időszaka is, amikor Szent Háromság ünnepén már nincs olyan üdvösség történeti esemény, amelyre különösképpen tudnánk emlékezni. Csak egy, amely minden vasárnapot ünnepnappá teszi, ez pedig húsvét ünnepe. Mert Jézus nem halt meg, hanem él. Milyen csodálatos, hogy nagy péntek és húsvét ünnepe összetartozik. Mert nagypénteken a Golgotai kereszten az a názáreti Krisztus halt meg értünk, akiről így halljuk az evangéliumot. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elne hanem örök élete legyen. És Pál is írja a Róma beliekhez írott levelében. Krisztus azért halt meg és kelt életre, hogy a holtakon és az élőkön is uralkodjék. Jézus uralma a mi életünkben megkerülthetetlen. Ő a mi békességünk, ő a mi életünk forrása, ő az, aki gyógyít bennünket. Amikor Jézus hívogat bennünket, békesség néktek, Husvét evangéliuma arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus Urunk legyőzte a bűn és halál hatalmát. Újong a szívünk, újong a lelkünk, mert Jézus nem halt meg, hanem él.